részt, mert így. Hát tudod? Ilyen kezdés. Hú, ezt a képet nagyon kaphatom. Szóljál oda a turinak, hogy kettő közé. Hol lépni kéne? Elkezdted! Hát az meg első, majd megszerzed, nem? Várjál, elkezdted a picset! Adjad! Na! Peti! Több mint egy éve itt vagy a Pénzügyőrnél, te vagy a csapatkapitány. Szeretném, hogyha bemutatkoznál a szurkolóknak, mesélj magadról néhány mondatban. Deszpotovics Ványa vagyok, most már kicsit több mint egy éve vagyok itt a Pénzügyőrnél, egy év és két-három hónapja körülbelül. Most fél éve én vagyok a csapatkapitány, januárban választottak meg. Tavaly szezonunk sajnos nem úgy sikerült, ahogy mi terveztük, de idén én úgy gondolom, hogy sokkal jobb arcát mutatja a csapat, még hogyha az eredmények nem is ezt mutatják. Igazából volt két olyan meccsünk is, ahol levegőbe lógott a győzelem, például a Pápa mérkőzés, amit szerintem be kellett volna húznunk, illetve a szabad kikötő. Teljesen más lenne most a hangulat is az öltözőben, hogyha négy ponttal most több lenne. A Tinta alak ellen már bocsánatott éppen, te voltál a 11-esnek a végrehajtója. Igen, igen, úgyhogy nagyon bosszankodom emiatt, de lezártam most Persze, azt a mérkőzést. Előre tekintek, ugyanúgy, mint hogy a csapat is, mert a többi meccsen is, például a Pápán is volt szerintem 300-as zicserünk, amit értékesíteni kellett volna legalább egyet, és akkor most nincs miről beszélni. Korábban hol rúgtad a labdát a Pénzügy előtt? Én Pécsen kezdtem a pályafutásomat kisgyerekkoromban. Onnan kerültem el MTK-ba, kölcsönbe, és utána Győr kivásárolt, és Győrbe jártam végig úgymond a ranglétrát, ott kerültem fel a felnőtt csapatig, az MB2-ig, és onnan kerültem kölcsönbe két MB2-es csapathoz, és voltam kint Ausztriában 3 évet, ami után hazatértem Szigetszentmiklósra, és akkor onnan ide a Pénzügyőrbe. Ausztriában milyen osztályban játszottál? Ausztriában egy harmadosztályú csapatnál voltam. Hát ez nem is rossz. FC Kufstein volt a neve. Nagyon jól éreztem. Ismerős ott valami vár van, Kufstein vár valami, ez onnan van, a történelem ismereteiből ez előjön. Egy nagyon szép igen. vár van ott, igen. Úgyhogy ott töltöttem el 3 évet, és utána érkeztem haza. És hogy látod te személy szerint a Pénzügyőrt, milyen helyezésre lehet képes ebben a bajnokságban? Én úgy gondolom, hogy a Pénzügyőr, ahogy a szakosztályvezető is mondta, a középmezőny a reális cél szerintem. Ezt mindenképpen elérhetjük, aztán jövőre lehetnek szerintem merészebb álmaink is. Csapatkapitányként mik a teendőid, hogy látod, mik a feladatod elsősorban, amit rád hárul? Hát van elég sok teendő, ugye én dolgozom a klubnál is, úgyhogy vannak adminisztrációs dolgok is, amit meg kell oldani, illetve az öltözőbe is figyelni kell, hogy meglegyen a jó hangulat, és a pályán is irányítani kell a társakat. Szombaton vidékre, Nagyatádra látogatunk, Magyar Kupa mérkőzésre, mit vársz ettől a találkozótól? Mindenképpen továbbjutást várok, szeretnénk a Magyar Kupába is jól szerepelni, és ha már ilyen hosszú út lesz, akkor 3 ponttal szeretnénk hazaérni. Köszönöm szépen az interjút! Most a nyáron érkeztél a Pénzügyőrhöz, szeretném, hogyha mondanál magadról néhány mondatot, bemutatkoznál a Pénzügyőr szurkolóknak. Igen, Kovács Gábor vagyok. Elég sok csapatban játszottam az elmúlt időszakban, sajnos, nem így terveztem. Közel 200 NB1-es meccsen van a múltban, de sajnos a legutóbbi 2 évem az nem úgy sikerült, hogy vártam magamtól, és így fél évente csapatot váltottam, NB1, NB2, és végül most legutóbb NB3-as Dunaújvárosba játszottam egy fél évet, ahol feljutásért harcoltunk, de nem sikerült elérnünk a céljainkat, ezért újra váltanom kellett, és nagyon szívesen mondtam igent a Pénzügyőr megkeresésére. Mely sikerekre vagy a legbüszkébb, vagy mely meccsek azok, amikre a legszívesebben emlékszel vissza NBA-s pályafutásodról? Szerencsére nagyon sok ilyen meccs van, nem emelnék ki most, de talán kiemelnék egy Népstadionban lejátszott
Vasas-Ferencváros meccsre, ahol én szereztem az első gólt és 2-0 tudtunk nyerni. Az egy nagyon szép emlék számomra, és elég sok néző kiáltogatott a régi névstadionba. Ez egy jó emlék volt. Milyennek látod az NB3-at? Ugye a Butonóvárosban is játszottál, most a Pénzügyőrén, most a nyugati csoportban. Mik a legnagyobb különbségek a NB2-hez képest mondjuk? Hát én azt veszem észre, hogy fejlődik a labdarúgásunk, és egyre kisebbek a különbségek itt a ligák közt, az osztályok közt. Talán annyi, hogy NB3-ban nagyon sok fiatal játszik, és így hullámzó a teljesítményük, talán ez az, ami szembetűnő, és ezért nem lehet olyan minőségi, vagyis hát több a hiba a meccseken, az egyéni hiba. Két mérkőzés ment le a bajnokságból, hogyan ítéled meg a csapat és a saját teljesítményedet? Hát sajnos nagyon rosszul rajtoltunk, senki sem elégedett a csapat teljesítményével, a játékosok sem a sajátjukkal, sokkal több pontot vártunk magunktól. De remélem, hogy most ez a győzelem ez ad egy kis löketet, és innentől elindulunk fölfele. Te helyezésben miben gondolkozol most a jelen pillanatban? Mi az, amire képes lehet a Pénzügyőr a bajnokság végére? Hát én, amit látok és tapasztalok, az, hogy ez a csapat ez sokkal előkelőbb helyezésben reménykedhet. Én szerintem a középmezőny teteje mindenképp elvárás magunktól is, meg a vezetőségtől is, úgyhogy remélem elérjük a céljainkat. Szombaton Nagyotedre látogatunk a Magyar Kupába. Tudsz róluk valamit erről a csapatról, meg mit vársz a mérkőzésről? Hát egyértelmű győzelmet várok, de sajnos nem tudok információt, még nem beszéltünk a kupa meccsről. Ez az első edzésünk a héten. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a Pénzügyőrben. Köszönöm szépen. Most nyáron kerültél a Pénzügyőrhöz. Szeretném, hogyha bemutatkoznál, mondnám a magadról néhány mondatot, légy szíves. Gábor Péter vagyok. 26 éves, és jelenleg ugye a Pénzügyi labdarúgója vagyok, kapus pozícióban játszok. Mely csapatokban játszottál korábban, hogy kezdődött a kapus pályafutásod? Hát budapesti csapatoknál voltam, a Goldballban nevelkedtem, és utána az első profi szerződésemet a Videótonba kaptam meg, ott voltam egy 5-6 évet, és utána voltam NB2-es és NB3-as kluboknál. Pályára léptél egy Bajnokok Ligája selejtezőn is, szeretném, hogyha erről is mondanál valamit, mert azért kevés magyar labdarúgónak adatik meg, főleg akik a NB3-ban játszanak, azt hiszem, hogy nem olyan gyakori. Igen, azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt az első selejtező körben a Bajnokok Ligájánál. Velszbe játszottunk idegenbe, és sikerült nyernünk 1-0-ra, és minden lehoztam gól nélkül a mérkőzést, ez mindenképpen pozitív volt. Azóta is elkísért szerencsére ez a jó teljesítmény. És hogy kerültél ott képbe? Hogy kerültél te a kispadra? Mi volt ennek a... Kiválasztottak, vagy mindenki megsérült, vagy mi volt? Hát én az előző szezont az NB3-os csapatnál teljesítettem, ott volt egy vezetőedzőm, a Bíró Imre, aki utána a felnőtt csapat kapusedzője lett. Utána felkerültem ugye az első csapathoz. Ott már előtte voltam szuperkupa döntő kispados, meg NB1-es mérkőzésen kispados. Aztán mivel Velszbe volt a mérkőzés, ezáltal két szerb kapusunk nem kapott vízumot. Aha. Így én kerültem. Értem. A kapuba. Hogy érzed magad a Pénzügyadnál? Most a hétvége után sokkal jobban, hogy végre sikerült nyerni, és én nem kaptam gólt, ez mindenképpen pozitív. Az első két meccsén, csak a lelátóról úgy látszott, hogy nem a legjobban sikerült számodra. Te ezt hogy érzed? Hát meg a csapat számára sem. Igen. Ez sajnos hozzátartozik. Igen, ez abszolút így van. És így van, tudtam igen. Segíteni a csapaton. Volt egy kisebb-nagyobb sérülésem, a kis ujjamhoz ki volt ugorva. Még mindig ugyanúgy védek. Még azt hiszem, még a Sajóbábod ellen volt, igen, ugye? Igen, edzőmérkőzésen kiugrott a kis ujjam, és azért megsínli az ember, hogyha sérülten játszik. Vállalnom kellett a mérkőzéseket, és ahogy javul az ujjam, szerencsére én is úgy tudok egyre jobb teljesítményt nyújtani. De azért azt is el kell mondjam, hogy a Pápa ellen, és most legutóbbi is a legutóbbi mérkőzésen, a Sárvár ellen igazából te tartottad a csapatot, úgyhogy hogy pontot, illetve most pontokat tudtunk szerezni. Hát nekem az a feladatom, hogy megfogjam a labdát előlévő játékosoknak meg, hogy gólt rúgjanak. Most sikerült gólt rúgniuk, én meg nem kaptam gólt, úgyhogy mindenki teszi a dolgát. Hogy látod jelenleg a Pénzügyőr helyzetét? Mire lehet majd képes a továbbiakban?
még ugye nem játszottunk az összes ellenféllel, játszottunk eddig 7 fordulót. Bízom benne és reménykedek, hogy ugye sikerül feljebb lépni a középmezőnybe. Ez mindenképpen cél a csapaton belül is. Hétvégén Magyar Kupa meccsre látogatunk Nagyatádra. Nem tudom, hogy mit vársz ettől a mérkőzéstől. Hát én szeretnék mindig tovább menetelni. Jó lenne egy meglepetés csapatként számon tartani minket a Magyar Kupába. Nagyon és akár egy nagy csapatot elhozni ide Pasarétre. Az bizony nagyon jó lenne. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sok sikert és kevés gólt. Köszönöm szépen én is.